Tragikus autóbaleset következtében elhunyt ifja Márkus Gábor triatlon versenyző. Az egyik legígéretesebb fiatal tiszaújvárosi sportoló által vezetett gépkocsiba szombat éjjel Horvátországban egy részeg sofőrautója ütközött frontálisan. Nem túlzás, hogy Tiszaújvárosban a triatlon egyet jelent a Márkus család nevével. Az apa, dr. Márkus Gábor tette a jövő század sportjának fellegvárává a várost, az ő lelkesedése révén honosodott meg 5-6 éve a triatlon Tiszaújvárosban. Munkájának csúcspontjaként az elmúlt évben megrendezhették a triatlon világkupa magyarországi fordulóját, és a tavalyi sikert jelzi, hogy most is megkapta a város a lehetőséget a világverseny megszervezésére. Márkus Gergely az egyik fiú versenyigazgatóként az apa méltó követője a szervezésben, míg Gábor gyönyörűen felfelé ívelő pályán haladt a triatlon versenyzői grádicsán. Döbbenetes és hihetetlen, hogy erről immár múlt időben kell beszélni. A fiatal, életerős Gábor és versenyzőtársának felesége, Kunfalvi Márta egy álmokfutó áldozatává vált. Tiszaújváros gyászol. A fiatalok emléke egy 20 000-es közösség szívében él. ...1500 méter úszást, 40 km kerékpározást és 10 km futást jelent. Mindezt végigcsinálni nem könnyű. Hogy hogyan szánja rá magát az ember? Jó pár éve jártam triatlon versenyekre, de csak úgy nézőként. Tetszett nagyon ez a sportág, de nagyon nehéznek tartottam, soha nem mertem kipróbálni. És egyszer úgy kipróbáltam versenyen, és azóta csinálom. Egy ilyen csalódásokban dúsított év után kezdenek el a felkészülést, akkor nem tudom olyan rendülettel elkezdeni, mint hogyha sikerek, meg bizalommal kezdek egy felkészülést, akkor sokkal nagyobb erőt ad ahhoz, hogy jobban sikerüljön ez a felkészülés. Magyarországon nem lesz elnök nálam. Hát, ha Magyarországon fel tudom venni a lépést, akkor úgy érzem, hogy idővel, egy-két éven belül oda lehet jönni a felnőttek közül is. Papírban szerint esélye sikerünk a győzelemre is, úgyhogy ugye a hazai pálya, meg úgy érzem, jó formában van a csapat, tehát mindennek bánunk a győzelem érdekében. Sokat várnak tőlem, szeretnék bizonyítani, hát majd meglátjuk, hogy mi sikerül. A világkupán az idén az 5 világkupatomból már 4-en részt vettem, és pillanatban a 48. helyen állt a világranglistán, és itt próbált Tiszaújvárosban még értékes pontokat. Az idei évben a legjobb világkupa reményem 22. hely, hogyha egy ilyen 22. helyet meg tudnék ismételni, az nagyon elégedett lennék. A kicsit az úszás az egy kicsit rosszul sikerült, de ez belefér, az első ilyen versenyt rendeznek ezek a rendezők. Igen, körülbelül az első 200 méteren csak iszapot ettem meg nádat, de utána jól ment az úszás. Jön a második helyen, ő felnőtt versenyző.
Márkus Gábor, eddig senki más. Márkus Gábor, még mindig senki más. Márkus Gábor, Márkus Gábor, Márkus, Márkus Gábor és a kockás sapka. Dupra, Luk, Mali. Az első, a New Yorknál. Az első. Még senki más. Márkus Gábor. Csak Márkus Gábor.